Tisztelt közönség! A mai formaiban tekinthető rendhagyó idősek napján megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepség kitüntetettjeit és résztvevőit. Idősek tisztelete és megbecsülése nem dátumhoz kötött. Ezt az értéket a vírushelyzet sem tudta felülírni. A hagyományok szerint közösségi munkába jeleskedett kitüntetettek, résztvevőknek zenei műsort kínálunk, kedveskedünk és jó szórakozást kívánunk az egész műsort, akik nézik. Én köszöntőmet befejeztem, mindenkinek jó egészséget, egészséges viseletet kérek. Átadom a szót dr. Antal Anikónak, aki vezeti a műsort. Köszönöm szépen Boros Gyula idősügyi referens köszöntőjét, és én pedig átadom a szót dr. Botka László polgármester úrnak, és megkérem, mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves szegediek! Október 1-e az idősek világnapja. Ilyenkor minden évben hagyományosan nagy városi ünnepségen köszöntjük az idősebb szegedieket. Most a járványügyi helyzetben természetesen nem tudunk közös nagyvárosi rendezvényt szervezni, de mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy online, az interneten köszöntsük a szegedi időseket, és kifejezzük elismerésünket, és azt, hogy mi itt Szegeden tudjuk, hogy az a rengeteg érték, ami körbevesz bennünket, az önök munkájának az eredménye. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Szeged város közösségi életében nagyon aktívak a nyugdíjasok, 70 nyugdíjas klub működik a városban, több mint 10 000 taggal, és nagyon változatos, színes programokat szerveznek, de ami talán ennél is fontosabb, képviselik összetartó közösségünk talán legfontosabb értékét, hogy felelősek vagyunk egymásért, és oda kell figyelnünk egymásra. Közös erővel elértük, hogy Szeged város megkapta az idősbarát önkormányzat díjat, és ez köszönhető annak is, hogy nagyon sok beruházást, fejlesztést hajtottunk végre a városban, és ezeknek a fejlesztéseknek a megtervezésekor mindig odafigyeltünk az idősebb szegediek érdekeire is. Így például az elmúlt időszakban felújítottuk a rendelőintézeteket, megkezdtük a nyugdíjas klubok felújítását, teljes egészében felújítjuk a Senior Centert, és a tömegközlekedés fejlesztésénél is vadonatúj, alacsony padlós járműveket szerzünk be. Nagyon fontos közös sikerünk az is, hogy az idei évben szeptemberben, immár második éve, mind a 35 000 szegedi nyugdíjasnak alanyi jogon 10 000 forintnyi támogatást tudott biztosítani önkormányzatunk. Kedves szegedi nyugdíjasok, rendkívüli időket élünk, és szeretném kérni újból a támogatásukat. Bízom benne, hogy az önök példamutatásával összetartó szegedi közösségünk sikeresen átvészeli a járvány második hullámát, ugyanúgy, amilyen fegyelmezetten ezt megtette tavasszal. Ezt is megköszönve, nagy tisztelettel köszöntök és üdvözlök minden szegedi nyugdíjast. És most felkérem Boros Gyula idősügyi referens urat, hogy adja át a közösségi munkáért járó elismeréseket. Köszöntöm itt a színpadon a kitüntetetteket. Nevük elhangzásának sorrendjében átveszik az elismeréseket. Közösségi munkáért elismerésben részesül Varga Ibolya, Szegedi Senior Center Harmonikások Egyesülete. Helyette az egyesület vezetője fogja átvenni a díjat. Korom Ilona, a Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Egyesülettől. Terhes Józsefné, a Tápéi Őszikék Nyugdíjas Klubból. Kákonyi Andrásné, Szeged megyei Jogóváros Nyugdíjasok Egyesületétől. Gyuris Vincéné, Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesületétől.
Laukó Istvánné Szegedi Bajtársi Klubból. Rea Ágostonné Kereskedelmi Alkalmazottak Nyugdíjas Klubjából. Farkas Ildikó Rókusi Nyugdíjas Klubból. Víg Istvánné Legyél a Barátom Nyugdíjas Klubból. Szögi Istvánné Kecskési Nyugdíjas Egyesületből. És Süli Lászlóné, NAV, Nyugdíjasok Országos Szövetsége Szegedi Pénzügyőr Klubjából. És szeretnénk Szenior Kiválóság díjakat is átadni. Szenior Kiválóság díjban részesül Víg Andrásné, Szegedi Alsóvárosi Kórus Nyugdíjasok Egyesülete. Szintén Szenior Kiválóság díjban részesül Bíró János, Szeged Felsővárosi Virágzó Ne Felejts Nyugdíjas Klub. És Szenior Kiválóság díjban részesül Dr. Bánné, Dr. Boros Mária, akit a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Igazgatója terjesztett föl, helyette nevében fia veszi át. És most kérném szépen, hogy egy csoportkép erejéig a kitüntetettek álljanak ide a színpad közepére. Szeretettel gratulálunk nekik, jó egészséget kívánunk, és még további sikeres közösségi munkát. Sok szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, és tiszteletükre hangozik el Juhász Gyula verse. Juhász Gyula az öregségről. Az ember sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Fáradt tekintetében kihúny a vak mohóság, kapzsiság, s szelíden pislog az emlék virága. A keze nem szorul konok ökölbe, de símogató békélten pihen meg az ifjúság fején és vállain. A haja őszén megcsillan mosolygón a verőfény, mint a havas mezőkön, melyek fölött a kéklő végtelen van. Halk léptei a temetőbe visznek, de nem sietnek, és gyakran megállnak egy kedves arcnál, egy hervatvirágnál, egy pohár bornál és egy bús szenénél. Az ember sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Hadd szépüljek meg én is. Kedves nézőink, fogadják szeretettel idősek napi ünnepi műsorunkat, melyben elsőként a Tápélyi Hagyományőrző Egyesület műsorát láthatják. Megyénkben egyedülálló, talán a Délalföldön is, hogy egy népi együttesnek 86 éven keresztül sikerült folyamatosan fennmaradnia. Ez a szép évszám talán a tápélyi embereknek köszönhető, akik a bennük meglévő, rendkívül erős összetartozás érzéstől indítatva büszkeségük alapjának tekintették hagyományaikat és ezek továbbvitelét. A Tápélyi Hagyományőrző Együttes többször elnyerte a Kiváló Együttes címet, és az Örökös Kiváló Együttes címet, 2013-ban pedig a Magyar Kultúra Napján Szeged városa Kölcsei emlékéremmel jutalmazta művészeti munkáját. Mai műsorukban a nyárvégi tápélyi aratóbál hangulatát idézik ide a színpadra. Egyébként!
Az alma lesz feladva, elmehet már válaszhatnám, szöpte lett őt magadnak. Múlt a szalma, az alma lesz feladva, elmehet már válaszhatnám, szöpte lett őt magadnak.
a régi hagyományokra visszatekintő tápélyi hagyományőrzők után ismét egy régmúltra visszatekintő csapatot, zenekart szeretnék bemutatni, de hát nem is kell őket bemutatni, hiszen a Molnár Dixielandben tagjait Szeged szerte ismerik. A szegediek nagy kedvence, Magyarország egyik legrégebb és legismertebb jazz formációja. A világ számos országában és Európa szerte játszottak már, neves szólistákkal léptek fel, lemezfelvételek, rádiófelvételek, külföldi és hazai jazzfesztiválok sora jellemzi művészeti tevékenységüket. Az együttes vezetője és alapítója dr. Molnár Gyula. A következő percekben részletet láthatnak az 55 éves évforduló alkalmából adott színházi koncertjükből.
Kányádi Sándor, valami készül. Elszállt a fecske, üres a fészke. De mintha most is itt ficserészne, úgy kél a nap, és úgy jön az este, mintha még nálunk volna a fecske. Még egyelőre minden a régi, bár a szúnyog már bőrét nem félti, és a szellő is bebeáll szélnek, fákon a lombok remegnek, félnek. Valami titkon, valami készül. Itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül. Nézd csak a tájat, de szépen őszül. Kedves nézőink, műsorunk végeztével, mai ünnepségünk zárásaként fogadják szeretettel a Tisza Virág Néptánc Egyesület műsorát, akik 2016. szeptemberében kezdték meg enév alatt működésüket, a Szegedi Táncegyüttesből kiválva. Próbáikat Deszken, Szegeden és Röszkén tartják. Rendszeresen vesznek részt országos ifjúsági és néptánc találkozókon, fesztiválokon, de a szegedi közönséget sem hanyagolják el, hiszen városi rendezvényeken, színházi gálaműsoron találkozhatunk produkcióikkal. Az egyesület vezetői Tóth Gábor és Goda Katalin. A következő percekben Farkas Tamás koreográfiáját adják elő, a címe Berci Zsokja, Nadabi táncok következnek.